Erre a kérdésre add meg te a választ. A minap oda mentem a bankautomatához, bedugtam a kártyámat, kiírja, hogy a tranzakciót elutasítva nem lehetségeset, nem volt az automatába pénz. Tehát mit tegyek most? Bementem a boltba, azt fizettem kártyával. Igen, ám, de ezt vasárnap nem tudtam megtenni, másnap. Bementem a boltba és fizettem kártyával. Hát ez mi lenne? Szokjál hozzá, nincs pénz. Most még használtad a kártyádat. Viszont nem sokára bejön az, hogy a maga a készpénz is meg fog szűnni, és lesz egy kreditrendszer, és már most szokjál hozzá, hogy nem kell neked pénzed, de elég, hogyha van, mit tudom mi, bitcoinod, vagy valami virtuális kriptovalutád, és akkor elvégzed a munkádat, felveszed a fenevad bélyegét, mert majd ezt is szépen be fogják vezetni, és szépen ez is hozzá fog szokni. Hát, hogyha most csipet kell, akkor csipet fogok. Hát az élet megy tovább, felveszed a mikrocsipet, bemész a boltba, ugye lehúzzák a terméket, el is beszéltem már különben, csak nem a szoktatási szempontból, hanem egy más viszonylatból, viszont most fölkészítelek, hogy szokjál hozzá, hogyha felveszed a fenevad bélyegét, akkor tudod csak ellátni a napi szükséged, akkor tudod megvásárolni a mérgezett élelmiszert, attól tudod kifizetni a